Starter indult a szombati nap versenyközegek hajtása, az Érodi Ezonalnak egy-két rossz lépése volt a start előtt, de hát könnyen lehet, hogy ezzel azért már jelentősen csökkennek az esélyi. Baraka SS, Dr. Pesti Adiának ez nagyon erősen, és azonnal vezet már. CR7 van mögötte a favorizált Dax, illetve Ündáma próbál folyamatosan beljebb jönni hajtó női, ez egyelőre még nem sikerült neki. Bossi vezeti mondjuk így az üldözőből, Zeno Boko kicsit lassabban kapott lábra, mögötte Urbán Legend, és az Érodi Ezonal helyzete azért nem tűnik könnyűnek. Most már azért lassaskán kettes fogatókkal rendeződik már, amennyit persze látunk a mezőnyben a csapat. Varakás és egészen jó tempóban, még mindig 3-4-5 hosszas előnyel, mögötte pedig változatlanul CR7 nagyon jól tartja magát. Remek versenyt fut egyelőre CR7, és megkezdi a zárkózást a vezető Varakás mögé. Ündám most már falon van a harmadik helyén, és hát a folyamatosan jó tempónak köszönhetően egyre inkább nyúlik meg a mezőny. Favoritok egyelőre ott középen, Dax mellette, Bossi mögöttük pedig Zeno Boko. A csapatot végül is Urbán Legend zárja, de most folyamatosan jön rá Zero Di Ezzolo is, úgyhogy mondhatjuk úgy is, hogy tulajdonképpen utol tudta érni a pelotont, miközben az elején folyamatosan ott láthatjuk versenyezni Baraka SS-t a starttól, már ő jött el a legjobban, és azóta élen van. CR7 üldözi őt, nagyjából egy olyan két hossz lehet a hátránya vele szemben, ugyanannyi, mint tőle Ündám, ez tehát jelen pillanatban a vezető hármasunk, és hát ott meglátjuk, hogy a középmezőnyből ki tud elstartolni. Úgy tűnik, hogy Dax az, aki fölveszi a tempót, és Dax ered a vezető hármas nyomába, de hát egyelőre nem igazán tud közelebb érni, illetőleg Fodor László, a Zeno Boko a mezőny végéről megindult, és pillanatok alatt a fejhez tud csatlakozni akkor, amikor érkezünk az utolsó kanyarra. Baraka SS-t már egy kicsikét bíztatni kell, de hát ott a háttérből jönnek az üldözők, támadnak, elsősorban CR7. CR7 ott van mellett, és a Zeno Boko folyamatosan nagyon komoly tempóval ott van most már egészen közel, és ismerve a finisét, illetve Dax is megjelenik, ők azért nagyon komolyan beleszólhatnak majd a győzelemért folytatott harcba. Barakás és CR7 még mindig fej-fej mellett vezetnek, Zeno Boko változatlan ott van mögöttük a harmadik pozícióban, Dax meglepetése csak a negyedik, CR7 pedig az utolsó százhoz érve, lassan talán Barakásestől átveszi a vezetés, Barakás és azonban óriásit védekezik, Barakás és Dr. Pesti Adriánnal, CR7 pedig Péter Rékával, CR7 a végén fölénybe kerül, és CR7 megnyeri a versenyt. CR7 Péter Rékával óriási csatában veri Baraka SS, Zeno Boko lesz majd a harmadik, negyedik helyre érkezik meg a favorizált Dax, ötödik lesz Bossi, Urbán Legendék jönnek ott a folytatásba, az Érodi Ezzolo pedig a sor végén. Látványos csata, és CR7 szerzi meg meglepetésre a győzelmet. Start! Elindult az Ügető Tenyésztők Országos Egyesületének nagy díja, egy picit visszafogottabban kezdett fájni a BD, nem tudott tökéletesen felérni az autó mögé, annál jobban jött el viszont Fárosz, aki ére ügetés vezet mögötte felhők felettet. Láthatjuk, mi kívülről megérkezik a favorit Freya T. Boko, gyakorlatilag az üldözők közé, aztán Fánia BD, aki mellett Fabrice pozícionálja magát, és a mezőny végén egyelőre fene gyerek, de hát ő sincsen kiszakadva egyáltalán. Tehát teljesen együtt a peloton, együtt a mezőny, bent a falon húzza a csapatot Fárosz, mellette pedig ott van már Freya T. Boko, itt a tribün egyenesben, most már előjár, be tud menni majd a falra, kívülről Fabrice igyekszik egyre inkább előre fele a negyedik helyen felhők felett, aki mellé most érkezhet majd meg fene gyerek a mezőny legvégéről, ez pedig azt jelenti, hogy Fánia BD csúszik vissza az utolsó helyre. Nagyon szépen együtt a mezőny, ez tehát az utolsó nagydíj 2024-ben élen a favorit, az eddigi kiemelt három éves versenyek nyerője Freya T. Boko, mögötte bent a falon Fárosz, mellettük pedig Fabrice tartja magát remekül, felhők felett Kecsorovicssal a szoros negyedik pozícióban fene gyerek versenyez mellette, és az első esélyt képviselő Fánia Béli is egyelőre nagyon szépen tudja tartani a lépést a favoritokkal. Nagyjából 800 méter van még hátra ebből a 2 millió forint összdíjazással tarkított futamból, és még mindig vezet Freya T. Boko, sőt, egy picit próbálja növelni az előnyét Fárosszal szemben, ez nem annyira sikerül, viszont Fabrice-szal szemben igen, aki csúszik talán vissza a helyére, majd feljöhet felhők felett, ők versenyeznek a harmadik, negyedik helyen változatlanul, egy-két hosszal követi őket, fene gyerek Fánia BD most már azért nem tud jönni a többiekkel. Az utolsó fordulóhoz érve 500-nál sincs változás, Freya T. Boko egyelőre uralja a versenyt.
uralja a versenyt, ennek ellenére mögötte azért érdekesen alakul a helyzet. Fáros tőle nagyjából egy másfél hosszra üget a második helyen, külső támadó pozícióban Fábriszt láthatjuk, míg Felhők felett is nagyon-nagyon jó helyzetben van, ott belül fordulva a harmadik és Fene gyerek is igyekszik fölfelé lopakodni. Az élen azonban Freya T. Bokó Gorán Zolnaival, Freya T. Bokó vezet, Fáros azonban elindít ellene egy támadást, nézzük, hogy mennyire járhat sikerrel. Harmadik helyen Felhők felett elég biztos bronzosnak látszik az élen Freya T. Bokó, aki végül könnyedén nyeri meg ezt a versenyt. Mögé érkezett tehát Fáros, a harmadik helyre pedig végül Fabrice tudott megérkezni. Start! Elindult a 2024-es esztendő köztársasági díja, erős mezőnnyel nagyon. Megfontoltan kezdett Campari Jet, a többiek nagyon-nagyon jól eljöttek. Denalda OP az, aki átveszi a vezető pozíciót. Bonaparte Bossot kívülről próbál megindulni. Enjoy sem indult túlságosan szerencsésen, hiszen külső spurban kellett közlekednie. Talán ennek is köszönhető, hogy jelen pillanatban csak az ötödik hely az övé, miközben Bonaparte Boss ére üget, megelőzi Denalda OP-t, aztán jön Dragons Bar, aki a start előtt egy kicsit mondjuk így, hogy bóckodott, de végül teljesen talpon van, sőt a vezető pozíciót is át fogja venni. Cárdenas Baba pedig jelen pillanatban a negyedik, aztán pedig jön Enjoy, aki azért csak-csak lábra kapott és tud előre fele menni akkor, amikor érkeznek a második kanyarba. Együtt van a mezőny, melyet Dragons Bar vezet. Nagyjából 1600 méter még hátra van ebből a futamból, ami egyelőre elég franciásan alakul, hiszen folyamatosan váltogatják a lovakot egymást a frontban, és a tempó sem csökken. A Dragons Bar az ére kerül, de most ismét gyorsi Denalda OP-val José Sagay, és az egyenesre ismételten ő hozza majd a mezőny. Denalda OP, Dragons Bar, Bonaparte Boss, Cárdenas Baba és Enjoy óvatosabb startja után szép lassan lendül most már bele, és ebben az egyenesben dönt úgy Fazekas Imre, illetve a fantasztikus 4 éves, hogy akkor elindul, úgyhogy Enjoy lehet talán majd a következő, aki átveszi a vezetést a újabb célhoz érve. Egy kör van hátra, Denalda OP, Enjoy, Dragons Bar, Cárdenas Baba, Bonaparte Boss, Catanier, Campari Jet sorrendben jön a mezőny. Rendkívül változatosan alakul az idei köztársasági díj, élen Denalda OP azonban szorongatja, presszionálja őt folyamatosan most már Enjoy, aztán Dragons Bar, illetőleg ott van mellette Cárdenas Baba, gyakorlatilag ő tapad Enjoyra, rá pedig Bonaparte Boss megy rá, nagyon erőteljesen bent a falon, Catanier és az utolsó pozíció továbbra is Campari Jetté. Nagyon-nagyon élesnek tűnik a meccs, illetőleg hozzáteszem, hogy nagyon jó a tempó, ami annak is köszönhető, hogy folyamatosan váltogatják egymást az élen ügetők. Enjoy megtámadta Denalda OP-t, el is tud mellette menni, azonban a falra nem tud behúzni. Cárdenas Baba jelen pillanatban ott versenyez a harmadik pozícióban, úgyhogy nagyon-nagyon éles lesz ez a meccs. Dragons Bar is viszonylag jól tartja még magát. Dragons Bar próbálkozik, illetve a többiek is, de hát egyelőre nem tudtak még megérkezni a vezető lovakhoz, miközben Denalda OP vissza tudja egy picit növelni az előnyét Enjoyhoz képest, némi meglepetése talán, megpróbál elindulni most Cárdenas Baba, illetve Bonaparte Boss, Dragons Bar még közel a befutóra fordulva, Enjoy talán ismét lendületbe jön, 200 áll az egyenesben, Enjoy ismét támad, Cárdenas Baba zárkozik kívülről, Enjoy azonban 100-nál egyértelműen most már fölényben, mint a többiek, Enjoy nyerhet egy újabb nagy díjat Fazekas Imrével, nem lehet megverni ezt a 4 évest, újabb nagy díj győzelem Enjoytól, a nemzetközi köztársasági díj győztese is Enjoy. Mögötte Cárdenas Baba a második, Bonaparte Boss lett talán majd a harmadik, Denalda OP-val és Dragons Barral szemben. Nagyon-nagyon elfáradva jön Campari Jet és Catanier. És start elindult a nap első futamon, nyeretlenek versenye első rész 2000 méteres távon, és Morning New kezd a legerősebben. Nem diktál azért komoly tempót, de gond nélkül tud elmenni vezetni. Dolce Amaro szegődik mellé, hogy ott a nyomában vannak azért a többiek is. Simone de Szűr Mami Festi vezetésével Kinész is próbál felfelé kapaszkodni. Összességében együtt a mező nem csoda, mert azért Morning New továbbra sem megy világá. Macchiato, Great Balls of Fire párosa pedig ott a mezőny végén, de hát alig néhány osza hátrány a vezető lóval szemben. 1500 méter van még hátra a nap nyitó futamából, és Morning Dew még mindig vezet nagyjából. Egy hosszal előzi meg a mögötte galopozó Dolce Amaro. Simone de Szűr változatlanul a harmadik, egyel mögötte Mami Festi, mellettük viszont zárkózóban talán most már a többiek, Kinez, Great Balls of Fire, Macchiato szinte a pálya közepén a negyedik spurban.
próbál szép lassan feljebb jönni. Lassacská majd most már a féltávot közelíti a mezőny, Dolce Amaro egyelőre abszolút tud tapadni, Morning Dew-ra. Változatlanul a harmadik pozícióban Simone de Sura futam egyik favoritja, vagy kedvence, a másik jól játszott ló, Great Balls of Fire, és relatíve közel van. Kinéz kell talán elsőként lovagolni, illetve Mami Festi az, aki most a mezőny végén egyre nagyobb hátrány van a többiekkel szemben. Morning Dew, Dolce Amaro, Simone de Sura, Macchiato meglepően könnyen jön, és hát Great Balls of Fire-en Georgiev ugyanúgy, hogy legutóbb most is nagyon erősen kell, hogy dolgozzon, már az utolsó 600 kezdetén is nem nagyon akar elindulni Great Balls of Fire, ez nem tűnik azért túl jó jelnek, de befutóra fordulván tisztességes most már a hátránya többiekkel szemben. Morning Dew viszonylag könnyen jön, mindenki más nagyon-nagyon erősen kell lovagolni. Simone de Sura, Dolce Amaro, Macchiato megpróbál elindulni, kinéz még a háttérből, Great Balls of Fire és Mami Festi pedig változatlan a sor végén, miközben Simone de Sura az utolsó 250 kezdetén felmegy most már Morning Dew mellé, és megpróbálja megelőzni, egy picit előrébb is van benne, Morning Dew nem adja egyelőre magát, a bronzért is óriási a csata Macchiatóval, mint Dolce Amaro között. Simone de Sura-nek van némi előnye, és ez az előnye, ez nő az utolsó métereken. Jaroslav Linekkel Simone de Sura elveszíti a nyeretlenségét. Morning Dew mögött Macchiato lesz majd a harmadik, aztán jönnek a többiek. Dolce Amaro, Mami Festi, Great Balls of Fire, illetve Kinéz. És tart, elindult a nyeretlenek verseny a második rész, összességben gond senkivel sem volt, talán Moramona kezd, de kicsit gyengébben, de hát ő is ott van abszolút a többiek farában, miközben a frontban feltűnik Mitra, valamint Lávakő, akivel ezúttal Ifab Kozma István elmegy vezetni. Lávakő, Mitra, Sanyika, Csodabogár, ők alkotják a közvetlen élmezőnyt, a tempó most is közepesnek mondható, teljesen együtt galoppoznak a vezető négyes mögött, a többiek is majd most mellett ott van Mirtus Dió, aztán érkezik a favorizált Palermo Knight, és Mora Mona követi a többieket páros hátrányban a mezőny végén. A front már a túloldalra fordul, és továbbra is Lávakő az, aki diktálja az iramot. Másfél kétosz most már azért Lávakő erőnye Mitrával szemben, Mitra mellett továbbra is Sanyika verseny, az aztán Csodabogár, majd most az, aki folyamatosan csúszik vissza, elment mellette Mirtus Dió, Mora Mona próbálkozik feljebb jönni egy kicsit a háttérből, és Palermo Knightnak sem túl egyszerű a helyzete, tehát a legnehezebb dolga majd mostnak lehet, aki a kiárat környékén már jó néhányos hátrányban a többiekkel szemben. Lávakő még mindig vezet, Ifjab Kozmával, mögötte egyre közelebb a falon galoppozó Mitra, kívül továbbra is ott van Sanyika, Mora Mona jelenik meg a vezetőlovak árnyékában, Csodabogár mögött pedig úgy tűnik, hogy Mirtus Dió is beleszól majd ebbe a versenybe. Palermo Knight, akit régen láttunk, egy kicsit lovagolni kell, nem nagyon tudott még előrébb keveredni, és az utolsó 600 kezdetén hát legalább 10-12 hossza hátránya a vezető Lávakőhöz képest. Lávakő előnye kitart, sőt, megint egy kicsit nő, Sanyikát kell lovagolni, Mora Mona úgy látszik, hogy elmegy mellette, Mitrában sem igazán látszik momentán tartalék, próbál elindulni Csodabogár, illetve kívülről Mirtus Dió indítja meg a hajrát, óriási lendülettel próbálkozik most Mirtus Dió az utolsó 400 kezdetén, és van akkor ez a lendület, úgy tűnik, hogy Lávakő ellen ez elegendő lehet majd, hiszen 250-nél Mirtus Dió Sándor Péterre szinte elrepül a többiektől, és Mirtus Diót nem lehet utolérni. A végén akár ebből egy könnyű győzelem is lehet majd, mert nem igazán jönnek mögéjük a többiek. Lávakő mögött kisebb csata a bronzért, jön bent a falon Linekkel Mitra, talán ővé lett majd a bronzérem, miközben Mirtus Dió nagyon-nagyon simán sétál haza, mögötte Lávakő, Mitra lesz majd a harmadik, aztán jönnek a többiek, Mora Mona, Csodabogár, Sanyika, a kicsit vártnál gyengébben futó Palermo Knight, illetve majd most. A start elindult a Csákói Handicap, Pescár egy 2-3 osztalán ott hagyott a startnál, de elég hamar tud úgy fest korrigálni. Mindenesetre a mezőny végéről kell majd elkezdeni ezt a zárkózást, úgyhogy nem könnyítette meg a saját dolgát. Egy Subura első néhány száz méteres sem volt éppen a legerősebb. Aki vezet, az Vinka. Vinka mellett Merlin színé tűnnek föl. Bent a falon Next Charge is remekül tartja magát. White Mersan, Nagy Szénás, Katalina, Sacred Girl, Liebeskind, ők jönnek a folytatásban. Subura megkezdi a zárkózást, Pescara viszont nem nagyon akar
menni, jóval nagyobb a hátránya, mint a start után. Ő volt a futam egyik komoly favoritja, hát nem úgy fest, hogy ebben a versenyben fizetni fognak rá egyre hátrébb. Aki viszont még mindig tartja az előnyét, az Vinka, egy hosszal jár egyelőre Merlinnel szemben a frontban. Vinka kívül Merlin, bent a falon pedig White Mersa, nagy színás mellett Secret Girl elmegy és feljön most már a negyedik pozícióba, Catalina és Next Charge-a középmezőnyben, Liebeskindet pedig megelőzi Suburra, aki meg fog érkezni lassacskán a bolyhoz, tovább és messze-messze kiszakadva Pescara. Az utolsó 600 kezdetén Vinka őrzi az előnyét, de azért 3-4-en ott egészen közel hozzá, és legkívül Secret Girl tűnik egy komoly ellenfélnek a befutóra fordulva, Merlin kezd fáradni, bent a falon White Mersanon nagyon dolgoznak, nagy színás is csúszik vissza, Catalinában lehet még fantázi itt a befutóra fordulva. Secret Girl gyorsít, és az utolsó 300-hoz érve átveszi most már a vezetés Secret Girl, Vinka, illetve Catalina jelenleg a sorrend, bent a falon White Mersan próbál visszajönni, ott van Merlin, ott van Suburra, Secret Girl azonban nagyon-nagyon fölényesen vezet most már 5-6-7 hossz is az előnye Catalinával szemben, Vinkát el fogják kapni talán bent a falon White Mersan, Pescara a világ végéről jön, de aki nyer, a Secret Girl nagyon-nagyon könnyed letávolozza szinte a többieket. Catalina mögött, bent a falon jött White Mersan, és óriási teret tett jóvá Pescara, de hát nem érhetett már fel a dobogóra. Start ebben a pillanatban elindulnak, tehát a nyeretlen két évesek 1400 méteren, úgy látom, hogy szinte tökéletesen sikerült az egész mezőnek az indítás. Aki elmegy vezetni, az Global Boy, nagyon jól kezdett Benedek Zoltánnal, mögötte Zinaida színei látszanak, Szikra, illetve Montgomery következik, egy kicsit az átjárót megnézte Global Boy, de marad azért a frontban, a favoritok egyelőre csak ott a közép mezőnyben, és ott kívül kell majd keresni Mamacitát, illetve Max Motiont, akik szép lassan zárkóznak majd, illetve ott van közöttük Golden Puma is, egészen kívül Noika M az újonc, aki pedig visszacsúszik a sor végére, és némiképp kiszakad, az My Alibi, de most Max Motionnek is van egy pár rosszabb métere, és hátra csúszik a boly végére. Global Boy még mindig vezet bent a falon mellette, Szikra próbál eljönni, Zinaida mellett Montgomery tartja magát, remekül, és csak sétál mellettük Mamacita. Mamacita nagyon könnyen jön, de Montgomery is jól tartja magát, Golden Puma is egyértelműen az élmezőn tagja, és most már ott belül talán Max Motion is vissza tud jönni a vezető lovak mögé. Elég komoly a tömörülés, néhányan keresik ott az utat, miközben Mamacita kívülről megkerül mindenkit, és 300-nál már vezet Mamacita, Montgomery, illetve a zárkozni próbáló Max Motion és Golden Puma, ez a lovak sorrendje, tehát 200-nál már eldől, hogy ezt a versenyt a favorit fogja megnyerni. Mamacita nagyon jól kezdte a pályafutását, és még jobban folytatja, mert hogy ezt a versenyt meg fogja nyerni. Mamacita győz a nyeretlenek között, a második helyre jön Max Motion, Montgomery lesz majd a harmadik, Golden Puma pedig a negyedik. Start elindult a verseny, Different Illusion ott, hogy egy 3-4 hosszas startnál, de szép lassan talán majd megpróbálja ezt a hátrányt behozni, miközben Zane Nebrász az, aki az ére kerül, és akkor diktálhatja a tempót. Túlzával egyetemben a két szélsőbesét képviselték ők az idei orosházi díjban. A harmadik pozícióban az erősen favorizált, idén eddig hibátlan, kettőből kettőt nyerő Gilin, mögöttükön Kecsmi nyerés után. Sokkal jobban sikerült Royal Force startja, mint azt láttuk múlt héten tőle a Kálai Pál emlékversenyben, és Different Illusion, aki szintén futott 7 nappal ezelőtt a Széchenyiben volt második, utoléri most már a csapatot egyelőre a 6. pozícióban. A kanyarhoz ér, az orosházi díj mezőnye Zane Nebrásztól túlza próbálja átvenni a vezetést, mögöttük azonban egyre inkább kezdenek kibontakozni a favoritok, ott van Gilin, ott van Royal Force, Different Illusion, illetve Catch Me is az árkózás reményében nagyon szorosan a vezető lovak árnyékában. Túlza egyelőre még a frontban, elsőként fordulhat majd a finisse, bár most már Royal Force ott van mellette, sőt, az egyenese fordulva talán előtte. A Royal Force és Georgiev, mögöttük Gilin keresi majd az útját, és jön Different Illusion. Három favorit talán most már az első három helyen, és akkor jön a verseny utolsó 400 méterre. Royal Force az élen, Gilin meglepetés egyre nem annyira erős, mint amire számítottunk. Lehet, hogy még a dobogóért is harcolnia kell. Royal Force viszont nagyon-nagyon jó, úgy tűnik, hogy top formájával jelentkezik. Different Illusion lesz mögötte a második, és Gilintől lehet, hogy túlza, el fogja venni a bronzérmet, ez bomba meglepetésnek számít. Royal Force pedig nagyon-nagyon könnyedén hozza az idei orosházi díjat. Royal Force és Georgiev a nyerő, mögötte Different Illusion a második, nagyon nagy meglepetésre, túlza, megveri Gilint, ővé lesz majd a bronzérem. Visszaért és beállt Speedy González.
és ebben a pillanatban el is startol a mai hatodik futamunk. Ez a gyopárosi handicap, és Címer ezúttal jól kezd és elmegy vezetni. Gyakran láttuk őt várásra lovagolva, jó hajrával ezúttal, tehát ő van az élen. Mögött ez Speedy González, illetve Berenice is, tehát mind a két perlása jól tartja magát. Apró pénz mellett mögött pedig Hosszaka tagja még a közvetlen élmezőnynek. És néhány favorit egy kicsit hátrébb helyezkedik, Nadály többek között, illetve Asti Claudia, csak a mezőny második felében, tehát nagyon sok van még hátra, nagyjából 900 méter. Címer az élen mögötte, apró pénz. Címer, apró pénz, kívül Speedy González, még kívülebb Hosszaka, majd Berenice, és mögöttük már azért szépen zárkózóban a hátsó trió, Nadály van belül, mellette középen Claudia, Asti pedig egészen kívül, de Asti esetében ez nem jelent semmit, hiszen legutóbb is teljesen utolsó helyen fordult a finisse 7-ként, aztán pedig meg tudta nyerni a versenyt. Az utolsó 500 méter indul a gyopárosi handicapben, egy Címert lassacskán talán utolérik a többiek, Speedy Gonzálezen erősen dolgozik Linek, de támad így is a futam egyik kedvence, apró pénz keresi az útját, középen jön Hosszaka, elindul látszik Claudia, és egészen kívül talán próbálkoznak Astival, de egyelőre még ő is hátrébb van Nadálya legyetemben. A falon Címer egyelőre tartja az előnyét, Claudia viszont nagyon-nagyon jó versenyt futva, az utolsó 200-nál megérkezik mellé, Claudia talán most már vezet, Címer vagy Claudia a bronzra, talán majd Nadály jó lesz, Claudia az utolsó métereken most már egy pici fölényben, és Claudiának megvan az idei első siker, Claudia, Címer, Nadálya befutási sorrend, aztán jönnek csak a többiek Hosszakával, Astival, illetve Berenice-szel, Speedy González-szel. Start elindult az Arkana Szent László díj, a két évesek klasszikusa, és Gangster Boynak nem igazán sikerül az első néhány méterre, úgyhogy kicsit meghandicappelte magát a futam nagy kedvence. Miközben a frontban azért hárman nagyon erős tempót diktálnak, Kátermár mellett ott van Chill Point, illetve ott van Airport, aki most azért inkább egy kicsit mögéjük húzódik. Garrok vezeti az üldöző volt Ardennekkel egyetemben, aztán jönnek csak a többiek Kormorán, és hát a sor végén még mindig Gangster Boy, aki szép lassan Sabakvinnel együtt megkezdheti a zárkó. Katre már még mindig vezet Chill Point társaságában, és most már legalább 4-5 hosznyi az előnyük. Airport mellett a falon megy el most már Garrok, Airport folyamatosan csúszik vissza. Garrokék mögött Sabakvin, Ardennek, Kormorán és Gangster Boy még mindig meglehetősen hátul. Kérdés, hogy a vezető kettős mennyire bírja majd az utolsó 500 métert. Katre már Fézer Ramónával még mindig vezet Chill Point társaságában. Katre már Chill Point jön ismét előrefelé, Airport, Garrok mögött Sabakvin, kívül pedig elindulni látszik Kormorán, és elindul most már Gangster Boy a sor végéről, de óriási lendülettel jön a favorit, és elindul azért Airport is. Airport átvette a vezetést, jön azonban Kormorán, és jön Gangster Boy óriási lendülettel, most meg érkezik meg a vezető Airport mellé, Airport vagy Gangster Boy, középen Kormorán, Garrok, azért egyelőre Airport óriásit védekezik, Airport vagy Gangster Boy, Airport még elő van, Gangster Boy támadja ugyan, de Airport nyeri az idei Szent László díjat. Gangster Boy mögött bent a falon Garrok lesz majd a harmadik, Kormorán a negyedik. Elindult a bogárzói handicap 1200 méteres távon, Csender, illetve Bagdurua nem kezdenek igazán erősen, a falon viszont Szilvesztár ott van a frontban, Szilvesztár mellett pedig jól tartja magát Galileo Jack, középen ott van mellettük Magenta, a falon próbál visszajönni a versenybe majd Csender, aki gyengében kezdett, kívülről pedig igyekszik feljebb zárkózni Lisboa, illetve Samilla Bagdurua sor végén, de azért nincs kiszakadva egyik ló sem a hétlovas mezőnyből. A kanyarhoz érve diktálja továbbra is Szilvesztár a tempót suták csengével. Szilvesztár, valamint Galileo Jack kettőse, mögöttük érkezik most már Lisboa és Magenta, talán így esélyes ló, mert Magenta egy picit, mintha most csúszna visszafelé, próbálkozik Samilla, illetve Bagdurua, Csender a sor végén. Szilvesztár az élen, és egyre tudja tartani az ellenfeleket. Szilvesztár mellette Galileo Jack, középen Lisboa, Magenta igyekszik vissza a küzdelembe. Négy esélyes az első négy helyen, Szilvesztárnak mindig van egy minimális előnye Galileo Jack-gel szemben, ez a minimális előnye azért egy jó egy hosszas, másfél hosszas, Szilvesztár tartja a fóriát, nem igazán tudják még csak megközelíteni sem. Galileo Jack bent a falon, Magenta, Lisboa, Samilla egészen jó versenyt fut, talán a bronzra jó lehet, a végén igyekszik Galileo Jack elindulni, közelít is a vezetőlóhoz, de Szilvesztár hazaér. Szilvesztár, Galileo Jack és Magenta, ez lesz a befutási sorrend, Samilla jó versenyt fut, negyedik helyre érkezik meg.
Start elindult az 1200 méteres egyenes pályás Geisz Gáspár emlékverseny. Egyelőre szinte egy vonalban a társaság. Fabrizia nem kezdett rosszul, középen Soda B is jól kapta el a startot. Kívül pedig nagyon jól indult Golden Dreams, ott Passion of My Love-val egyetemben ott vannak az élmezőnyben. Túl most már az első 300 méteren a mezőny. Fabrizia, Soda B, Bitlip is egészen szépen tartja magát, és Passion of My Love, valamint Golden Dreams egy kicsit támaszték nélkül. Kívül igyekszik hozzájuk majd csatlakozni. A favoritok közül egy előre Oligarha van egy picit messzebb talán a többiekhez képest. Lassacskán féltávhoz ér majd a mezőny. Fabrizia, mellette Bitlip, illetve Soda B, ők hárman vannak belül, és egyelőre erőrébb is látszanak, mint a többiek. Golden Dreams kezd fáradni, Passion of My Life-ot is erősen kell lovagolni. Oligarha próbál elindulni, de egyelőre eléggé messze van. Fabrizia, illetve Soda B kívánni látszik a többiektől. Az utolsó 200 kezdetén kívül Golden Dreams, illetve Passion of My Life a negyedik és az ötödik. Fabrizia védekezik, Soda B folyamatosan támadja, úgy fasz, hogy Bitlip lesz mögöttük majd a harmadik, még mindig vezet Fabrizia, van egy jó hossz elődje Soda B-je szemben, Fabrizia Göncé Rebekával nyeri az idei Geisz Gáspár emlékversenyt, Fabrizia, Soda B, Bitlip, ez lesz majd a befutási sorrend, Oligarha érkezhet meg mögöttük a negyedik helyre.